Kedves nézőink, ez már a Weekend második része, amelyre két városnapi programot ígértem, de előtte a strandok éjszakája a téma. A július 26-ai programhoz pedig az Aquarius élmény és parkfürdő is csatlakozott, vendégem pedig Podlovics Lajos, értékesítési és marketing vezető. Igazándiból ugye nekünk, nyíregyháziaknak ez már egy ilyen jó kis megszokott buli. Lehet, hogy mi voltunk a kezdeményezők? Hát, üdvözlöm a nézőket. Nem lehet ezt tudni, hogy nem mi voltunk-e, bár nem merném ezt a címet így kisajátítani magunknak, de ugye, ahogy beszéltük is, ez Nyíregyházán nem számít egy különösebben nagy durranásnak, hogy ezt a hülye szót használjam, vagy furcsa szót használjam, ugyanis nálunk a szezonban minden szerdán és pénteken éjszakai fürdőzés van, magyarán strandok éjszakája, hogyha ezt így le lehet fordítani, de ettől függetlenül nagyon nagy örömmel csatlakozunk a Magyar Fürdőszövetségnek ehhez a kezdeményezéséhez, hiszen egy jó kezdeményezésről van szó. Ez is a strandokra irányítja a figyelmet, a fő nyitvatartási időszakon a nappali üzemen túl, tehát a strandokat éjszaka is lehet használni. Ugye mi ezt 2011-ben vezettük be ezt az intézményt, hogy éjszakai fürdőzés. Ha már van egy gyönyörű termálvilágunk, abban van egy kiváló koktélbárunk, akkor azt felszereltük minden ehhez szükséges felszereléssel, és hát nálunk nagyon jó kis lágerek mennek minden szerdán és pénteken, este 9 órától hajnal 2-ig, és érdekes dolog, hogy nagyon sokan kijönnek a városlakók, akik napközben esetleg dolgoznak, nem tudnak szabadságra menni valamilyen oknál fogva, ők nagyon örülnek ennek, láttam már olyat, hogy este apuka a 6-7 éves kisgyerekével jött ki, meg családok jönnek ki, és fürdőznek, úgyhogy ez mindenképpen egy örömteli dolog. Gondolj bele tényleg, akinek nagyon minimális a szabadsága, vagy olyan szezonális munkát végez, hogy nem is tud elszakadni mondjuk napközben, és azért mégiscsak van egy ilyen hurrá, én úgy élvezem én a strandot élmény ott éjszaka, és tényleg úgy érezzük, hogy meg baromi különleges. Én csodálkozom azon, hogy más városok ebből nem csinálnak olyan szokást, mint mi. Nem tudom, nálunk az volt a vezérelv, hogy a turista éjszaka is tudjon kikapcsolódni. Mert eljönnek, oké, a hétvége az nyilván más szórakozó helyenek vannak nyitva éjszakánként, a bárok tovább tartanak nyitva, vagy a vendéglátó egységek, mint hétköznap. És ez volt a vezérelv, hogy amikor elmegyünk valahova, akkor nagyon jó, hogy megnézzük az épített értékeit egy adott területnek, a turisztikai attrakciói, de hát éjszaka is úgy van a turista, hogy ő most szabadult el, most szeretne bulizni, kikapcsolódni, és hogy tudjunk programot kínálni éjszakára, és ez a törekvés hívta ezt életre, de működőképes, mert hát 9 éve megy. Igen, a turisták ugye úgy vannak ezzel, hogy 0-24-ben turistálkodni akarnak, aztán jól elfáradnak a végén, és akkor azon mennek kipihenni a nyári nyaralás fáradalmait. Hát ugye Sóstó Nyíregyháza egy gyöngyszeme, itt közben magam azon agyaltam, hogy a zöldet és a gyöngyöt és zöngyszeme, de ez már mondjuk eléggé nagyon direkt. Minden esetre rengeteg lehetőséget ad arra, hogy strand előtt, strand után vagy strand közben másféle programokat is szervezzetek. Ugye így volt ez a múlt hét szombaton, mesélj egy kicsit a Sárkányfesztiválról. Igen, hát a negyedik alkalommal sikerült megrendeznünk a Sóstói Sárkányhajó versenyt, és nagyon jó hír volt, hogy a nagyon borongós és nem túl barátságos idő ellenére 18 csapat eljött és képviseltette magát ezen a versenyen. Azért is különleges ez, hogy mi meg tudtuk rendezni, mert például Tokajba, Vásárosnál nem sikerült megrendezni, nem jelentkezett annyi csapat, aha, mint amennyi jelentkezett. Hát a múlt azért, hogy tesz, szerintem az is benne van, nem? Nem, azt kell mondanom, hogy ezeknek a helyeknek azért vízisport szempontjából a Tisza ugye jelenti ezt, azért nagyobb múltja van, mint nekünk itt Sóston. Mi elkövettük azt a így utólag jó húzást, hogy mi csak 10 fős hajókat bérelünk, igaz, hogy drágább, mint 20 fős hajókat szerezni, mert ezeket az ország különböző pontjairól szedjük össze, de 20 fős hajók vannak jellemzően, de 10 fős csapatokat könnyen verbúválni, mint 20 fős csapatokat, az baromi sok, 20 embernek összehangolni a szabad idejét, az nagyon nagy munka. Mindegy, ők itt voltak, és egy nagyon jó versenyt futottunk, bonyolítottunk, úgyhogy jövőre is folytatjuk, majd jövőre is július 11-én megrendezzük ezt a versenyt, és azt egy nagy sportnappá szeretnénk majd bővíteni, amikor nem csak a vízfelület, hanem a sóstói partrészek is egyes sportág által benépesülnek. Reméljük, hogy szebb idő lesz, mint ami most volt, és akkor a járókelő turisták kipróbálhatnak mindent.
egy kondiparkba, egy karate edzésre, egy box edzésre, egy akármilyen edzésre, egy tollaslabdára benevezhetnek, szóval szeretnénk egy ilyen nagy park sporttáborrá fejleszteni ezt a versenyt. Ugye érdekes ez, mert a nagy hőség után volt egy kis lehűlés, és az már nagyon zokon esett nekünk, de hát a holnapi nap szerintem megint szenzációs napsütéses lesz, és ti újabb programmal várjátok majd a látogatókat. Így van, a Krúdi Vigadó előtti sétányon lesz a amatőr főzőversenyünk, amit szintén már egyszer rendezünk meg ezen a nyáron. Ugye ennek is az a fő mozgatórugója, hogy történjen valami mindig Sóstón. Ne csak az, hogy a kerítéseken belül, az állatpark és a fürdő kerítésein belül legyen valami, vagy a múzeumfaluban, hanem a kerítéseken túl is, és a járókelők szintén ugyanúgy, a turisták tudjanak valamilyen élményben részesülni. Úgyhogy reggel 9-kor kezdjük a főzőversenyt, azzal olyan 1 óra körül végzünk, mármint elkészülnek az ételek, akkor zsűrizünk, és utána pedig lehet ezeket kóstolni, vásárolni, és akkor pedig indul egy ilyen kis utcabáli feeling, amikor is majd ott lesz a Milord Duo, az Artézis együttes fel fog lépni, jön a Realmen együttes, a Blues Balloons, este pedig majd a Safety Pro fogja majd bezárni olyan 10 óra magasságában a kapukat, úgyhogy én azt gondolom, hogy megint egy szép és tartalmas napnak nézünk elébe, 30 fokkal teljesen jó lesz az idő. Szuper lesz. Tudsz valamit a menüről? A múltkor mondtál valamilyen különleges kakastöke-szerű kaját. Az volt korábban, az nekem kérdőjeles mindig. Tudom, ez a kakastöke, ez pláne taréja, tarkítva pedig én ilyen mindenevő típus vagyok, de mindegy, megkóstoltam, de most is lesz, aki kakasból, de egész kakasból fog majd dolgozni. Lesz majd vargányás marhapofa, lesz pincepörkölt, gulyások, és hát még van olyan csapat, aki még a hús már megrendelte, de még nem volt hajlandó elárulni, hogy mit készít belőle. Nagyon érdekes lesz a dolog. Tavaly egy hamburger nyert, ami bográsfőzőversenyen, mondom, különlegességnek számít, de azt mondta Szoboszlai Gyuszi, hogy hát az volt a legjobb és a legötlettelibb. Aztán jönnek majd Nyírszőlősből is a nyugdíjas klub tagjai, akik az ott rendezett versenyt megnyerték, és őket, mint nyerteseket meghívtuk erre a versenyre. Tavaly előtt ők nyertek, úgyhogy ők olyan világbajnok káposztát csinálnak, hogy ez tényleg párját titkítja. Én azt gondolom, hogy megint nem fogunk éhen maradni. Na, ők meg lehet, hogy megint nyerni akarnak. Figyelj, nekem ez pont elég, mert olyan éhes vagyok, hogy most már... Holnapig bír ki. Bármit képes lennék megenni, szerintem így lesznek vele a látogatók, és köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm, várunk mindenkit szeretettel. Két városnapi programot is ígértem önöknek, hát kezdjük a sort nyírtelekkel. Vendégem az események szervezője, Máté Melinda. Szia, Melinda, jó estét! Jó estét kívánok! Ráadásul ugye nem is egynapos ez a bizonyos városnap, hanem kétnapos, úgyhogy gondolom a szervezés is dupla annyi időt vesz igénybe, vagy már nagyon rutinosak vagytok? Hál' Istennek, igen, már nagyon rutinosak vagyunk, valamint nagyon jó kollégákkal dolgozom együtt, tehát nem csak én viszem az oroszlán részét, tehát nagyon sok segítségem is van. Igen, hogy az eddigi évekhez hasonlóan pénteken kezdődik a kétnapos rendezvényünk a külföldi vendégek érkezésével, tehát a testvérvárosi települések vendégeit fogadjuk. Hány testvérvárosból érkeznek? 3 testvérvárosból 35 fő külföldi vendéget fogadunk, vagy várunk. Ezután pedig ünnepi testületi ülés, ahol ünnepeljük a város kitüntetettjeit, és az este pedig a díszvacsorával fog zárulni. Szombaton pedig az eddigiektől eltérően az idén két helyszínen fogjuk megrendezni városnapunkat. Hoztam magammal egy kis puskát. A nap első felében egy idén első alkalommal kerül megrendezésre egy úgynevezett East Car Fest autós találkozó. Megkerestek lelkes fiatalok, és az ő ötletük alapján, tehát az ő ötletük alapján szerveztük meg ezt az autós találkozót. Ez benne van a nevében, hogy Keleti Autók Fesztiválja, tehát egy picit gondolom, hogy azért ilyen a retro jegyében történik mindez. A Kelet az nem Koreát jelenti inkább, hanem esetleg mondjuk a Trabantok és a Warburgok sorakoznak fel, vagy nagyon rosszul érzem. Tudsz valamit arról, hogy milyen típusú autók lesznek? Igen, ennyire nem lesz retro, természetesen lesz benne retro is, de inkább az idei kornak az autói fognak felvonulni, tehát a tuning autóktól kezdve, autószépségverseny, hangnyomásmérőverseny, bulikamion fogja a városlakóit ébreszteni a délelőtt folyamán.
Akkor és... itt a hangerő, a decibel, a lóerő, és inkább a gyorsaságé lesz a főszerep, gondolom. Így van. Na, akkor ez egy jó kis ütős, hát reméljük nem elütős, hanem egy ilyen jó kis fiatalos, dinamikus program lesz gyakorlatilag, akkor ezzel indul a szombati nap, ugye? Így van, ezzel indul. Ez a program a Petőfi utcai sportpályán kerül megrendezésre, délután 5 órától pedig a jól megszokott Dózsa György utcai sportpályán kezdjük. Béres Alexandrával egy fergeteges fitness bemutatót fog nekünk előadni, valamint életmód tanácsadást is fog a kedves kilátogatóknak majd nyújtani. Gondolom, hogy be is lehet kapcsolódni, tehát így nem egyedül sportol majd, hanem a lelkes aerobikusokkal? Vagy aerobikusok, vagy? Igen, aerobikusok. 7 órától LL Junior, 8 órától a Guzsajas Néptánci és Hagyományőrző Egyesület műsorát láthatjuk, és az estét pedig 9 órától a Huligán szélő nagy koncerttel fogjuk zárni, valamint azután pedig az elmaradhatatlan tűzijáték. És akkor én látom, hogy itt tombola sorsolás is van. Én nemrégiben voltam egy falunapon, hát ugye tulajdonképpen ez akárhogy is van, ez a tombola egy megunhatatlan dolog, és sokan imádnak játszani, ha másért nem csak azért, hogy tényleg a fortunát egy picit megkísértsék, de azért nagyon szép itt a fődíj, ezt szerintem elmondhatjuk, hát ha valaki két izgalomba hoz, ez pedig egy velencei utazás, jól látom? Így van, egy 3 napos utazás a festői szépségű Velencébe. Ami nem a velencei tavat jelenti. Nem a velencei tavat, hanem Olaszország, tehát akár még a karnevált is meg lehet tekinteni, ez egészen jövő év végéig használható majd fel ez a nyeremény. Hát itt sport, aztán fiatalabbaknak szóló zene, idősebbeknek szóló zene, és autók mellett már csak egy dologról nem beszéltünk, a gasztronómiáról, hiszen egy-egy ilyen városnapnak az is a része. Készültek-e valami különlegességgel? A gasztronómiát annyiban fogjuk kimeríteni, hogy megkeresett minket az egészségfejlesztési iroda, és ők egy ingyenes ételkóstolással fogják majd az egészséges ételeket bemutatni a Béres Alexandra fitness bemutatója után, tehát aki úgy gondolja, hogy életmódváltáson szeretne átesni, akkor bátran kéri az ő tanácsaikat, és biztos vagyok benne, hogy fognak nekik segíteni. Akár már a vasárnapi ebédet egy reform szellemben is el lehet készíteni. Ez hanyadik városnapja nyírtelek? Ez a 14. városnapunk. Ez a 14. Igen, emlékeztem, hogy lassan most már egy ilyen jubileumi évszám felé gördülnek majd a napok, illetve az évek. Hát akkor kívánunk ehhez nektek sok sikert. Nem tudom, hány embert vártak ilyenkor, azért a város apraján adja megmozdul, vagy a megye több pontjáról érkeznek vendégek, nyilván a külföldi delegációkon túl. Így van, a tapasztalatok alapján a megye több, tehát országos vendégek, vagy nézőket várunk, tehát mindenkit nagyon sok szeretettel. Gondolom, hogy akár a Hooligans, akár LL Junior rajongói ilyenkor fáradtságot és kilométereket nem kímélve mennek, és megkeresik azt a helyszínt. Úgyhogy hát akkor mindehhez csak nagyon-nagyon klassz időt kívánunk, hiszen ugye szabadtéri rendezvényről van szó, és reméljük, hogy nagyon sokan ott lesznek nyírtelken a városnapon. Köszönjük szépen! A városnapi programokat egy másik településen, Tiszalökön folytatjuk, ahol a 20. városnapot Nyári Ízek Fesztiválja egészíti ki. Vendégünk pedig Gömböze Sándor, Tiszalök polgármestere. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Már a nézők szájában valószínűleg a nyár elkezdett egy kicsit összefutni, hogy a Nyári Ízek Fesztiválja azért elég sokat sejtető, és maga a 20. jubileumi ünneplés is. Hát gondolom, hogy akkor nagy kanállal lesznek majd a Tiszalökre érkezők. Mi mindennel készültetek ezen a bizonyos 20. városnapon? Ugye Nyári Ízek Fesztiválja is. Nem tudom behatárolni, hogy ki mit fog főzni. Nagyon sokoldalúak a főzőcsapatok, remélem, hogy nagyon finomakat fognak készíteni, de a program is elég sokrétű. Van még egy apropója a mostani alkalomnak, ugyanis 120 éves a tiszalöki tűzoltóság. És ennek a tiszteletére jó néhány településről kisebb tűzoltóautókkal, de Nyíregyházáról, Hajdunánásról, Tiszavasváriból nagyobb tűzoltóautókkal is meg fognak jelenni a tűzoltók, és egy kis tűzoltóautó bemutató is lesz. Úgyhogy ez egy plusz az előző évekhez képest, de természetesen továbbra is nagyon fontosnak tartjuk, hogy nagyon tartalmas programokat kínáljunk. Egyet-kettőt
kiszemezgetnék a sok közül. A legízletesebbeket itt a legízletesebb, nyári ízekből. Hát a, gyakorlatilag a helyi fellépők közül kiemelném, mert megérdemlik a népzenei együttest, ők mindig felszoktak lépni, illetve délután az idősebb korosztálynak nem megsértve Balázs Palit, de Balázs Pali fog fellépni, és azt gondolom, hogy nagyon sok száz ember fog feljönni a kedvéért, majd egy megyénkbeli, kisvárdai életőségű Nagy Szilárd fog fellépni, őt is szerintem nagyon sokan ismerik, ő később is majd szóba fog kerülni, vagy inkább most megemlítem, hiszen augusztus 16-án az István a Király rockoperát láthatjuk Tiszalökön, és az egyik szereplő, konkrétan Koppány szerepét ő fogja játszani, és nem meglepő, de Varga Miklós lesz a főszereplő. Visszatérve a mostani programhoz, 19 órakor fellép a Soul Wave fiataloknak szóló program, és este pedig, ha nem is az első, de az emelet lép fel, kikivel az élen, és késő este egy tűzijáték lesz. Helyileg, aki mondjuk itt a megye másik pontjáról érkezik, hova érdemes indulni, vagy esetleg parkolni, hol lesz felállítva a színpad? A megszokott helyünkön ez a mindenki csak úgy ismeri, hogy a Teleki Blanka Gimnázium, most már egy szakképző intézetről beszélünk, nagyon jó ligetes környezet, rengeteg parkolóhelyel, úgyhogy ha keresik a Telekit, akkor megtalálják a rendezvényt. Hát ugye az illatok meg a hangok az irányába érdemes majd menni. Azok érezhetőek lesznek szerintem. Lesz egy, úgy látom, egy címer, egy zászló kiállítás is, erről mesélj egy kicsit. Így van, megkeresett bennünket egy úriember, aki több évtizede ezzel foglalkozik, és megkérdezte, hogy ő ezt bemutathatja-e. Miskolci illetőségű, emlékeim szerint, és természetesen igent mondtunk, hiszen ez egy komoly munka, hogy ilyen erekjéket ő összegyűjtött. Nem ismerem magát a gyűjteményt, de biztos vagyok benne, hogy nagyszerű dolgokat fogunk látni. Ugye amikor az ember eszik-iszik, akkor és megfelelő a folyadékbevitel, akkor akár még vért is adhat. Én rendszeres véradó vagyok, és tudom, hogy most a nyári időszakban borzalmasan nagy hiány van bizonyos vércsoportokból, meg főleg, úgyhogy ezen az alkalommal például akár egy füst alatt ezt is megejthetjük. És azért mondom azt, hogy ez mennyire jó, mert engem például mindig azt tart vissza, illetve nem tart vissza, hanem egyszerűen fizikailag nem jutok el olyan időpontban, amikor nyitva van itt Nyíregyházán a vérellátó központ, úgyhogy... Én akkor javaslom, akkor megyek tisztelettel és szeretettel, hogy Tiszalökön, szintén itt a gimnáziumnak az egyik tantermében lesz kialakítva egy ilyen vérvételi lehetőség. Én magam is meg fogom tenni, bár legutóbb azt mondták, hogy egy kis vörösvértest szám hiányom van, de megpróbáltam bepótolni, javasolták a vörösbort, majd most megnézzük, hogy használ-e. Úgyhogy várunk szeretettel, és természetesen reméljük, hogy nagyon sokan meg fognak jelenni, és reméljük, hogy alkoholmentesen fognak megjelenni, mert igen, ez azért alapvető. Feltétele. A főzőversenyre visszatérve, itt lesz egy séfetek, Pataki Péter, ugye? Ő lesz egyben a zsűri elnöke, és gondolom, hogy akkor díjakért kevergetik a bográcsban a finomságokat. Természetesen, gyakorlatilag nem lesz olyan csapat, aki valamilyen elismerést ne kapjon. Sokfajta szemszögből közelíti meg mindig a zsűri a produktumokat, úgyhogy ugye Péter, ő tiszalöki illetőségű, ő gyakorlatilag ott is él már az üdülőtelepen, és nagyon rendes, kedves fiatalember, nagyon szívesen vállalja el ezt a feladatot. Hát gondolom, hogy halétel mindenképpen lesz. Mi az, ami egyébként, polgármester úr, te hogy érzed, mi az, ami a legnagyobb népszerűségnek örvend étel Tiszalökön, mondjuk a lakosok körében? Ráéreztél. Igazából ez lehet széles a Tisza hagyományőrző találkozó, akkor is van ugye főzőverseny, lehet városnap, és a legtöbb ételt mindig a Tiszalöki Horgász Egyesület által főzött halászlé az, amit a legtöbben vesznek és visznek, úgyhogy nagyon népszerű. Természetesen a különbözőféle pörköltek, azok is népszerűek, illetve vannak olyan próbálkozók, akik valami nagyon különlegeset szeretnének, nyilvánvaló, hogy ezeket nem nagy mennyiségben, ugye van kóstolójegy, és így szerintem nagyon sok száz adag étel fogyik el. Hát gondolom, hogy akár a csapatok ételei, de ha éppen a csapatok ételei elfogynak, akkor valamilyen más gasztronómiai forrásból azért lehet étkezni, hiszen ez egy egész napos rendezvény, úgyhogy nem maradnak éhesek a látogatók. Természetesen
jelen vannak különböző vendéglátós egységek, különböző olyan vállalkozók, akik akár ételt is tudnak biztosítani, sütnek, főznek, úgyhogy senki nem fog hiány szenvedni. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és boldog születésnapot! Annyit szeretnék még mondani, hogy pénteken este 21 órától Tiszalök főterén egy újszerű programot kínálunk, ez pedig a Piknik mozi, ahol a Mamma Mia-t fogjuk vetíteni egy óriási nagy felfújható vetítővászonra. Reméljük, nagyon sok százan eljönnek. Hát, fantasztikus program, köszönjük még egyszer. Én is köszönöm. Kedves nézők, a sok programajánló után pedig pihenésképpen következzen egy kis visszatekintés. Nemrég színészházas pár volt a Bencs Villa vendége, Sajgál Erika és Kovács István mesélt színház és filmes szerepekről, szinkronról és a családról is. Hogyha elmegy közönség találkozóra, akkor a közönség melyik filmjét, melyik szerepét szokta leginkább fölemlegetni? Nem kérdés, hogy az egri csillagokkal kezdik. Ugyanakkor muszáj hozzátennem, hogy az az életem legfontosabb munkája volt, de a többi, amihez volt szerencsém, hál' Istennek a pályám során, az nekem pontosan olyan fontos, és gondolom a közönségnek is, csak ez egy ikonfilm lett az egri csillagok, joggal természetesen. Ezért mindenki azzal kezdi. Nagyon büszke vagyok rá természetesen. Ön szerint mi a titka annak, hogy ikonfilm lett ez az egri csillagok, és ma is szerintem nagyon szeretik a nézők? Nagyon jó időben készült a film. Ha visszagondolunk, hát abban az időben, jó esetben, az abban az idő alatt értem azt a pár évet. Tehát már a Jókai filmek is abban a bizonyos a szigorú kultúrpolitika felpuhulása idejében keletkeztek, tehát az a pár év, ez azt jelenti, hogy 60-as évek elejétől gondolom én, hogy akkor kicsikét engedett már a kultúrpolitika, és akkor lehetett csinálni nem csak ilyen vonalas filmeket, amit annak nevezünk, hogy vonalas filmek, tehát amelyik az aktuális politikának tökéletesen megfelelt, vagy annak készült, vagy annak a megrendelésére készült, akkoriban ezt megelőzően nem igen látott a magyarországi közönség történelmi filmeket. És tehát a 60-as évek elején indult egy ilyen olvadás, nevezzük így. És ennek a folyamatnak a legjobb pillanatában szerintem készült az egri csillagok, és hogy miért volt ennek akkora sikere, túl azon, hogy maga a film semmihez nem fogható, olyan a kornak megfelelően, olyan technikai felkészültséggel készült, ami addig nem volt. Mert ez a regény az, amit megmerem kockáztatni, hogy minden magyar gyerek, ha akart, ha nem, elolvasott. Én nem találkoztam még olyan gyerekkel, pedig hát elég, ennek kapcsán rengeteg élményem van, aki ne olvasta volna. Na most, amikor aztán a sors úgy hozta, hogy én a főszereplője lehetek ennek a filmnek, hát az egyszerűen mámorító élmény volt, és azóta is az. És milyen kiemelkedő szerepeket említ még a pályáján, akár filmben, akár színpadon, amiket ön szerint kiemelkedőek voltak, vagy nagyon meghatározóak voltak? Nekem szerencsém volt. Én tényleg azt hiszem, hogyha hinnék az ilyen ezoterikus dolgokban, azt mondanám, hogy én egy nagyon fényes, nagyon erős csillagzat alatt születtem, és az engem végigkísér a pályámon. Minden munkám, amit én valaha játszottam, az valamilyen módon nekem emlékezetes. És nagyon bízom benne, hogy a közönségnek is, akik ezt láthatták. Tudnék, ha lehet, ez most kicsikét ilyen banálisan hangzik, de ezt én nagyon komolyan gondolom. Ha egy színésznek nem telik öröme munkájában, akkor kár hozzáfogni. Ennek a mi pályánknak egy alap, hangsúlyosan mondom, egy alap követelménye, hogy bennem legyen arra vágy, adottság, képesség, hogy megtaláljam a munkámban az örömet. Nem mindig lehet, nem könnyű is, és van, mikor nem is adja magát a munka, hogy, de ha nincs benne valami, hát az egészben, mint mondjuk mi kezdtük az egészet az egri csillagokban, ott minden pillanat egy nagy öröm, de sok olyan munka van, hogy nagyon nehéz eljutni odáig, hogy azt mondhassa, hogy na, ez az, itt most már meg lehet fogni, úgyhogy ez akkor most már enyém is, és igazán élvezem is azt, amit csinálok. Nos, hát ilyennel én mondhatom, hogy szerencsére el voltam látva a pályám során, nem igazán emlékszem olyanra, amire azt mondhatnám, hogy fú, hát ez nem volt olyan jó. Most kutathatnék és mondhatnék, de biztos olyan lenne, amit nem tudna azonosítani a közönséget, na mi is volt az.
Tehát szerencsém volt, hogy jókat játszhattam. Milyen a közös munka? Mennyire jó vagy kevésbé jó együtt dolgozni egy színészházas párnak? Sok kevésbé jó van a munkafolyamat során, szóval nem, egyáltalán nem könnyű együtt dolgozni, nagyon harcos együtt dolgozni, de ha sokat harcolunk, és mindenki megharcolja magáét, meg figyelünk egymásra, akkor a vége szép. Mennyire jellemző az, hogy közönség találkozóra hívnak benneteket, mint itt Nyíregyházán most például? Volt már alkalmunk, és nagyon szívesen megyünk, de Nyíregyháza különösen nekünk kedves otthonunk, mert mi 15 éve úgy járunk ide vissza, mintha családhoz jönnénk, úgyhogy nekünk nagy kedves szerelmünk Nyíregyháza és Sóstó különösen. És mi az oka, hogy ennyire szeretitek ezt a várost és Sóstót? Nyilván az emberek az első indokom, hogy sok kedves barátunk van, aki nem csak a színházból kedves barát vagy ismerős, hanem a színházon kívül is, de akiknek fontos a színház. Kedves nézőink, sajnos ennyi fért a mai víkendbe, de érdemes lesz velünk tartani a jövő héten is. Ugyanebben az időben, akkor többek között a második Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tacskó találkozóról beszélgetünk majd. Adásunkat visszanézhetik a Kölcsei TV magazinok YouTube csatornán is. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, jó hétvégét és kellemes pihenést kívánok, viszontlátásra!